Vándorlás a keskeny ösvényen. Ellen Goodwight testvérnőnek álomban megmutatott út, mely Isten gyermekeinek utolsó időkben való küzdelmét szemlélteti. Jól megrakott kocsikkal haladtunk az úton, mely a hegyre vitt. Az út egyik oldalán mély szakadék volt, s a másik oldalán egy magas sima fehér fal. Az út mindig keskenyebb lett és meredekebb. Kénytelenek voltunk egész a falhoz lapulni, hogy a szakadékba ne essünk. Levágtuk a lovakról a csomagokat, melyek a szakadékba zuhantak. Mikor az ösvény még keskenyebb lett, ott hagytuk lovainkat, s gyalog folytattuk utunkat. A fal tetejéről köteleket eresztettek le, melyeket azonnal megragadtunk. Minden változásnál visszamaradtak egyesek, és csak azok maradtak velünk, kik hozzászoktak a teherbíráshoz. Mindig nagyobb lett a veszély, hogy az útról leesünk. Egészen a falhoz lapultunk. Ekkor már majdnem teljesen a köteleken csüngtünk, és így kiáltottunk. Fentről tartanak bennünket. Megborzadtunk, mikor közönséges, bűnös dolgoknak zaját hallottuk. Hangos nevetést, átkokkal, szitkokkal vegyülve. Még inkább jobban ügyeltünk, hogy a keskeny ösvényen maradjunk. Láttam, hogy a szép fehér fal vérfoltos. Bánat lopózott szívünkbe, de láttuk, hogy ennek így kell lennie. Azok, kik követnek minket, erről tudják meg, hogy mások már mentek ezen a keskeny nehéz úton, és a célt elérik majd. Végül egy szakadékhoz értünk, ahol már csak a kötelekre bízhattuk magunkat. A másik oldalon egy fűvel benőtt szép rét volt. Azután e szavakat hallottuk. Isten tartja a kötelet, nem kell félnünk. Átlendültünk a szakadék felett a szép rétre. Hallottam, amint győzelmesen hangzott az Isten dicsőítése. Boldog voltam, teljesen boldog. A mi teremtőnk 1844 óta az eredeti tiszta állapotra kívánja vezetni, s tanácsai által az idők folyamán kiszélesedett út egyre keskenyebb lesz az emberi bűnök elhagyása következtében. Rendeld el házadat! Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Szeretettel üdvözlök mindenkit, minden kedves nézőt, minden kedves hallgatót, és örülünk, hogy a jó atyánk az ő kegyelméből életbe tart bennünket, és tovább is tanulhatunk együtt ebben az őszi időben is. Az elmúlt órában ígértem, hogy tovább folytatjuk tanulmányunkat az egészséges táplálkozásra kapcsolatban, de most elnézésüket kérem, hogy változtattam a tervemen. Mivel közeledik a november 1-e, és nagyon sokan mennek szeretteik sírjehelyéhez, ezért úgy éreztem és úgy gondoltam, hogy most erről az aktuális témáról kellene beszéljünk. Fiatal korom óta, mikor lehetőségem volt, sokat utaztam. Mikor hazaérkeztem Brazíliából, egy művelődési ház felkérésére megtartottam tapasztalatomról való előadásomat, és ezután nagyon sok helyre hívtak, főleg a könyveim is megjelentek, kis országunk határain belül és kívül is dicsőítettem Istent az ő kegyelméből, és úgy éreztem, hogy a felkészülés mindenkor egy nagy dolog. Miért mondom ezt? Elutazásom előtt mindig szerettem tisztán rendben tenni kis hajlékomat, kívül és belül, egyaránt, mondván, nem tudom, hogy milyen állapotban fogok hazaérkezni, és legyen rend körülöttem. Tehát készültem az elutazásra, de készültem a hazaérkezésre is. Most ebben az őszi időben arra gondoltam, vajon hány embernek jut eszébe készülni a megpihenés idejére? Igaz, hogy nap mint nap szaporodnak a halálos balesetek, és ezt senki nem tervezi be, erre senki nem tud előkészülni, és sokszor hallom, hogy a hozzátartozók mondják, szeretteik mennyi elintézetlen ügyeket hagytak maguk után. Vajon gondolunk-e arra, hogy miért is hal meg az ember? Minek a következménye a halál? Pál apostol a Róma beliekhezét levélben ezt írja. Annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn,
és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Teremtőnk az első emberpárt egy csodálatos kertbe helyezte, körülvéve sok gyümölcsel és gabonaneművel. Csak egy kérése volt. A kert közepén álló jó és gonosz tudásának fájáról ne egyenek, mert amely napon esznek belőle, meg fognak halni. Tehát nem voltak tudatlanok Isten akaratával szemben. Mégis mi történt? Egy beszélő kígyó felteszi Évának a kérdést. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Gondolkozunk el ezen. Miért mondott volna nekik ilyet a Teremtő? Hiszen az emberpárt tette a föld uralkodójává. Uralkodjatok a föld halain, madarain, mindenen. Miért ültette volna a fákat, hogyha nem engedte volna, hogy egyenek belőle? Vagy miből éltek volna? Ő csak egy fa gyümölcsének fogyasztását tiltotta meg az embernek. Bár Éva elmondja, hogy a kertfáinak gyümölcséből ehetnek, és csak a kert közepén levő egy fáról nem ehetnek, mégis enged a kísértő szavának, és eszik a gyümölcsből. Mi volt Sátán terve az Évának feltett kérdéssel? Beültetni gondolatába, a lelki világába az Isten és az Isten szava iránti kételkedést. Milyen nagy dolog a kétely. A Pátriárkák és Proféták című könyvben ezt olvashatjuk. Éva valóban hitt Sátán állításának, hite azonban nem mentette meg a bűnhődésétől. Nem hitt Isten szavának, és ez volt a veszte. A bűn elkövetése után meghaltak? Nem. Miért? Mert az Istenség együtt, nagy szeretetükben, előre látva a bűn bekövetkezését, már előre lefektették az ember megváltásának tervét. Jézus önként ajánlotta fel életét, hogy meghal az emberért. Úgy érzem, hogy mi emberek ezt a csodálatos szeretetet fel sem tudjuk fogni. A Jelenések írója így jelzi ezt, aki megöletett a világ megalapítása óta. Mert mi a halál Isten szava szerint? A bűn zsoldja a halál, írja Pál apostol, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mennyi kételytől és bűntől megmenekülni az emberiség, ha megértené a Biblia aranyszövegét. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus kezességet vállalt a bűnt elkövető emberért, alkalmat adván ezáltal minden embernek, Ádámtól kezdve, hogy szeresse Istenét teljes szívéből, lelkéből és erejéből. Önként tiszta szívből, mert ő csak szívből, szeretetből való engedelmességet tud elfogadni. Pál apostol által írva van, látványosságai lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Az egész világegyetemnek, hiszen sok-sok bolygón élnek emberek, akiknek ősszülei nem buktak el. Így van írva. Az egész világegyetem javára, végtelen idők tanulságára engedte meg Isten, hogy Sátán kifejleszthesse terveit, hogy az isteni kormányzat elleni emelt vádjait az összes teremtett lények a maguk valóságában felismerhessék. Ha Isten akkor nyomban kioltotta volna Sátán életét, sokan inkább félelemből, mint sem szeretetből szolgáltak volna néki. Ő, aki az egész világegyetem lakói szeretettel fenntartja, ezért alkalmat adott mindenkinek a meggyőződése, hogy Isten igazságossága és kegyelme, törvényének változhatatlansága mindörökké vitán felül áll. Tegyük fel önmagunknak a kérdést. Örülünk-e annak, hogy Teremtőnk nekünk is adott időt, alkalmat a megtérésünkre? Vajon hány ember készül erre az időre? Egy pár példát szeretnék a Bibliából. Olyan személyekről is olvashatunk belőle, akiknek az Úr megjelentette, hogy földi pályafutásuknak vége elérkezett.
Az elsőnek említeném Mózest. Hosszú időn keresztül vezette Izraelt sok küzdelem és nehézségek között, és egy vétke miatt nem mehetett be a néppel együtt Kánaánba. Mivel tudta, hogy meg kell halnia, az Úr parancsára Józséval a szent sátor elé állva a nép vezetését ünnepélyesen ráruházta. Az egész gyülekezet előtt szent örömmel adta át Isten üzenetét. Légy erős és bátor, mert te viszed be az Izrael fiait arra a földre, amely felül megesküdtem nékik, és én veled leszek. Mózes még aznap az Úr parancsára hallgatagon egyedül útnak indult a Nébó hegyére, a Pizga tetejére, hogy az Úr szava szerint ott meghaljon. És a mennyei atya lehajolt hozzá. Bár fizikai életében nem láthatta meg Kánoánt, de most megmutatta neki Izrael és Isten népének történetét egész az ő dicsőséges második eljöveteléig. Látta Kánaánt, látta népe küzdelmeit, bűneit, majd láthatta Jézus földi életét, Sátán ellene való állandó harcát. Láthatta önmagát is Jézus mellett a megdicsőülés hegyén Illéssel együtt. Azt is hallotta, amikor a zsidó nép kiáltotta, hogy feszítsd meg őt. Látta a kereszthalált, a megbemenetelt, a tanítványok életét, missziómunkájukat, üldöztetésüket, a pogányok megtérését, a földi hatalmak utolsó nagy küzdelmét, Isten törvénytartó népe harcait, és végül látta Krisztus dicsőséges második eljövetelét, látta az igazak feltámadását, az élő kegyesek elváltozását, amint öröm és dicséneket zengve felemeltetnek Isten városába. Azt olvassuk, és meghala ott Mózes az Úrnak szolgálja Moab földén az Úr szava szerint, és eltemeti őt a völgyben, és senki sem tudja az ő temetésének helyét minden mai napig. Beszéljünk most Ezekiás király életéről. Ezekiás király és munkatársai különböző reformokat hoztak létre az ország lelki és földi érdekeinek helyreállítására. Egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott. Ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között. És vele volt az Úr mindenütt, és ahová csak ment, előmenetele volt. Az Úr Asszíria királyának hadától megszabadította, mivel leküldte angyalát, és egy éjszakán levágott az asszíriaiak táborában 185 ezret, és mikor reggel felkelének, mindenütt holtteste kevertek. Ezután egy nagy próbát adott Ezékiás királynak. Ésaiás proféta által üzent neki, rendeld el házadat, mert meghalsz. Ezékiás arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván, ó Uram, emlékezzél meg rólam, hogy én mindig te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és azt cselekedtem, ami kedves és jó volt a te szemeid előtt. Az Úr meghallgatta imáját, és Ézsaiás proféta örömmel jött a hírrel, hogy 15 évvel az Úr meghosszabbította életét. És megint jött a kétely, és ezért ő jelt kért az Úrtól ennek bebizonyítására, hogy a naporán a grádics 10 árnyékkal menjen vissza. És ez megtörtént. Visszakapva erejét, énekszóval dicsőítette Istenét jótéteményéért. Ezt mondván, nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Mit tett? Fogadalmat tett arra, hogy hátralévő napjait a királyok királyának készséges való szolgálatára szenteli. Ellen White dolaiból ezt olvashatjuk. A Tigris és az Eufrátesz közötti völgyben éltek bölcs csillagász emberek, és felfigyeltek erre a jelenségre, hogy a naporán visszament a grádics, és ezt elmondták az ő királyuknak, Baladának is. Ő megtudakolva a jelenség okát, követeket küldött Ezékiás királyhoz, hogy többet tudjon meg a történtekről. A királynak a messzi ország uralkodójától érkezett követek látogatása alkalmat adott arra, hogy az élő Isten dicsőítse. Micsoda sokat jelentő átalakulás történhetett volna, ha ezekkel az emberekkel, akik Kánda a síkságairól az igazság keresésére jöttek,
Ezékiás király megismerteti velük, hogy az élő Isten a legfőbb úr. De mi történt? Ezékiás szívét azonban hatalmában kerített a kevésség és a hiúság. A maga dicsőítésére kapzsi szemek elé tárta azokat a kincseket, amelyekkel Isten gazdagította a népét. A követek látogatása próbára tette Ezékiás háláját és odaszentelődését. Ha Ezékiás élt volna az alkalommal, és bizonyságot tett volna Izrael Istenének hatalmáról, jóságáról és könyörületességéről, akkor a követek beszámolója fénysugárként ragyogta volna be a sötétséget a távoli országban. Ezékiás király nem tartotta be a fogadalmát. De itt felmerül bennem a kérdés, vajon mindig jót teszünk, ha súlyos betegeink életének meghosszabbításáért könyörgünk? Milyen szépen mondja az Úr Dániel prófétának élete vége felé. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tetszenek emlékezni a tavasszal a Dániel proféta könyvéből a proféciákat tanultuk együtt. De Dániel, hogy teljesedtek bele a proféciák, erről már semmit nem tud. Nagy tanulságot rejtenek ezek a történetek. Az ember soha nem tudja, hogy az élő Isten mikor fogja elszólítani az élők sorából. Ezért mindig arra kell törekednie, hogy készen legyen Isten előtt megállania, tisztán, fedhetetlenül. Rendben legyenek dolgai, lelkileg és fizikailag egyaránt. Hiszen maga az Úr Jézus is így figyelmeztet bennünket. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjjel az idő. Tud valamit rendbe tenni az ember az ő halála után? Bölcsolomon ezt írja a Prédikátorok könyvében. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seholban, ahová menendő vagy. Nézzük meg, milyen az ember az ő halotti állapotában. Dávid királyról ezt olvassuk. Azután elaludt Dávid az ő atyáival, és eltemettették a Dávid városában. Az ő fiáról így van írva, és elaluvék Salamon az ő atyáival, és eltemettették az ő atyának, Dávidnak városában. És ugyanitt, és az idő, amelyben uralkodott Jeroboám 22 esztendő, és elaluvék az ő atyáival. Jótámról így van írva, és elaluvék Jótám az ő atyával, s eltemeték. Istvánról, az első vértanról ezt írták. Térdre esvén pedig nagy szóval kiállta, Uram, ne tulajdonítsd nékik-e bűnt, és ezt mondván elaluvék. Olvashatjuk Lázár történetét. Jézus tanítványaival távol van a szeretett barátok házától. Lázár, anyu barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. A tanítványok ezt mondják az Úrnak, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. Jézus az alvással szimbolizálja a halált hívő gyermekei számára. A halottak elrejtették életüket Krisztussal, Istenben, és az utolsó trombita szóig ő benne alszanak. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el ő hozzá. Nem a sírba mentek hozzá, se nem valami rejtélyes helyre, hanem a temetés helyére. A 39. versétől olvassuk tovább. Jézus kéri, hogy vegyék el a követ, és mit mond Márta, Lázár testvére? Uram, immár szaga van, hiszen negyed napos. Tehát már 4 napja halott volt, és Jézus ebben az állapotában is alvásról beszél. A Lukács 8 részében olvasunk Jairus a főember lányának feltámasztásáról. És Jézus ott is ezt mondja, mit zavarogtok és sírtok?
A gyermek nem halt meg, hanem aluszik. A halál nem teljes megsemmisülés, hanem csak átmeneti öntudatlan állapot, míg az ember a feltámadásra vár. Prédikátor könyvében olvashatjuk. A halottak semmit nem tudnak. Azon a napon elvesznek az ő tervei. Semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Majd a másik vers. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett. A kérdésem, egy mélyen alvó ember tud szeretni, tud gyűlölködni, tud haragudni? Nem. Ugyanígy nem tud semmit, egy meghalt ember sem. Miért? Pál apostol tollából olvashatjuk. Mert egyedül a mi hatalmas teremtőnk halhatatlan. Királyoknak királya és az uraknak ura, ki egyedül a halhatatlanság, aki a hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Egy másik történet. Saul királyról azt olvassuk, hogy az Isten tanácsát hiába kereste, szorult helyzetében, mert cselekedeteivel eljátszotta Isten megkérdezésének minden lehetőségét. Elvetette Sámuel tanácsát, számúzte Isten felkentjét Dávidot, és megölte az Úrnak papjait. Álruhát öltve kereste meg a jósnő rejtek helyét, akivel megidéztette Sámuel a profétát, aki már régen meghalt. Pátriárkok és proféták című könyvben ezt olvassuk. Ez a természet feletti jelenség csupán a sátán szemfényvesztése volt, mert amiképpen a Krisztus megkísértésénél mennyei angyal képében jelent meg a pusztában, úgy magára ölthette most Sámuel alakját is. Erősen hiszem, hogy Isten nem tesz semmit szent szavaival ellentétben. Sátán évezredes tapasztalatával utánozhat bármit, akár szüleim hangját, képét, de én tudom, hogy ők békésen pihennek, egész a feltámadásig. Tehát mi a feladatunk? Elsősorban betegeinket segítsük a mély alvás idejére elkészülni. Hagyjuk, hogy rendeljék el házukat. Adjunk néki alkalmat, hogy kibeszélhessék belső gondolataikat, lelki fájdalmaikat. Ne folytsuk beléjük a szót hamis vigasztalásokkal. Minél több időt legyünk velük, beszélgessünk, hallgassuk meg őket. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, amíg élnek, érezhetve velük szeretetünket. Ne félelemmel gondoljunk a halálra, hanem készüljünk rá. Az éve bármely időszakában menjünk el szeretteink sírhelyére, tartsuk rendben, és fogadjuk el, hogy ők mélyen alszanak, és nem tudnak rólunk semmit sem. Bármilyen nehéz is volt az életem, mindig hittem, és úgy éreztem, hogy egy szerető Isten kezében vagyok. És az ő szeretetében nem tesz, és nem tett olyat egy megpihentel sem, hogy valahonnan nézze szerettei földi küzdelmét, harcait. Szüleim nem tudnak semmit, a testvéreim, vagy az én életem küzdelmeiről és örömeiről. Nem tudnak braziliai utamról, könyveimről, előadásaimról, lelki vagy testi fájdalmaimról. Isten ennél sokkal jobban szereti az embert, mint hogy a szülők sok ember szerint felülről nézné utódainak életét. Ez nem lenne megnyugvás a részükre. Fogadjuk el, amit ő mond, ne kételkedjünk szabában. A halottak semmit nem tudnak. Így lesz igaz az, ami minden temetésen elhangzik. Pihenj békén. És akkor teljesedik be a bűnbeesés után kimondott ítélet, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Ne kételkedjünk bennem. Pál apostol a korintusbeliekhez írt levélben ezt írja. Ha csak ebben az életben reménykedünk is, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mi az én reménységem? Ugyancsak Pál apostol szavai. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek, a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges második eljövetelét. Segítsen erre bennünket ő, az ő szent lelke és ereje által, hogy tudjunk erre elkészülni, hogy örömmel várjuk ezt a eljövetelt. Ez az én kérésem mindannyiunkért. Amen.